Hadd tegyek fel egy kérdést. Szerinted elegendő csak egy célvány, C-stand? Nem. És ezt úgy mondom, hogy én tévedtem. Minden komoly videósnak kell legalább egy heavy duty boom stand. Hogy ne kelljen a gatyád is ráköltened, ebben a videóban megmutatom a legjobb árérték arányú választás, ami kevesebb, mint harmadába kerül olyan márkákhoz képest, mint az Avenger. És ugyanolyan jó. A videó végén pedig két extra kis királyeszköz megmutatok, amik megkönnyítik a mindennapos munkámat a forgatásokon. Tehát mindenképp nézd végig a videót, kezdjük el, de először intro. Csapjunk is a közepébe! A legjobb választás szerintem a Neuer 440 cm-es Pro Heavy Duty Boom Stand. Rozsdamentes acélból készül és rendkívül masszív. Szinte meg sem érzi az elég nehéz Aperture 600D fényemet. És ugye ennek kerekei is vannak, aminek köszönhetően könnyen mozgathatod, amerre csak akarod. A stabil három lábú szerkezet pedig biztosítja a kiváló stabilitást, még a nagyobb terhek esetén is. Ez ugye egy teleszkópos állvány, állítható magassággal, maximum 440 cm és minimum 175 cm. A kihajtható rút pedig 218 cm, ami bőven elegendő ahhoz, hogy különböző beállításokhoz használjuk. A kerekekről pedig még annyit, hogy nagyon masszívak és tartósak. Ehhez képest pedig tényleg könnyen lehet mozgatni az állványt. Egy fontos szempontról még mindenféleképpen beszélnünk kell, főleg amikor nehéz eszközöket mozgatunk. Ez pedig a stabilitás. Az állvány mellé kapunk egy homokzsákot is, így biztonságosan és megint stabilan tartja a berendezést a forgatások során. Amúgy én Culának neveztem el, ha tetszik ez a név és a videó, akkor mutasd meg azzal, hogy lájkolod. Most pedig jöjjön egy trükk. A keresztrudat akár el is távolíthatod, így pedig sima állványként lehet használni, kerekekkel. Ez a rugalmasság is azt mutatja, hogy mennyi különböző helyzethez lehet igazítani az állvány. Most pedig beszéljünk az árról, ugyanis az ilyen boomstandek elég drágák lehetnek, de a Neuernek ez a 440-es prója verhetetlen árértékarány tekintetében. 300 euróba kerül, kiváló minőséget és teljesítményt nyújtva, más drágább márkákhoz képest, mint az Avenger vagy a Manfrotto, ami akár 1000 euró is lehet. Hadd mondjam el a véleményemet. Ha komolyan gondolod, hogy a munkád egy szinttel feljebb vid, akkor érdemes elgondolkodni egy ilyen boomstand beszerzésén. Hidd el, nem fogod megbánni, de kíváncsi vagyok a gondolataidra. Van már ilyened, vagy tervezel beszerezni egyet, esetleg a videó után úgy gondolod? Írd meg a kommentben, és kezdjünk el beszélgetni. Mielőtt elköszönöm, szeretnék még két Neuer beszerzésemet megmutatni, amit ugye a videó elején mondtam. Ezek a kiegészítők még hatékonyabbá és kényelmesebbé teszik a munkámat. Az első a Neuer Pro 100%-os rozsdamentes acélból készült guruló állványa, amelynek a magassága max. 305, minimum pedig 120 centi. Kezdjük azzal, hogy kerekei vannak, hiszen pont ettől annyira jó használni. Simán és egyszerűen tudom mozgatni, tényleg minimális erőfeszítéssel. Ha használsz sima állványt, biztosan megvan az a szenvedés, amikor mozgatni kell a felszerelést, és felemeled, meg nehéz, figyelni kell. Na ilyen nincs többé. A másik dolog pedig a kialakítása, hiszen eléggé lent van a súlypontja a három lába miatt. Na most a beépített csillapító rugók csökkentik a hirtelen mozgásokból adódó bármilyen hibafaktort, és még kevesebb helyet is foglal. Brutál erős, jó anyagból van, míg az úgynevezett anti-slip markolat is kvázi egy extra kényelmet ad. Most pedig beszéljünk a Neuer görgő szetről. Ebben a csomagban 6 darab 75 mm átmérőjű masszív fémvázas műanyag kerék van, és nem karcolják a padlót. Ezek a kerekek nem csak a Neuer C-állványokhoz, C-standekhez illeszkednek tökéletesen, hanem akár más márkákkal is kompatibilisek, 360 fokos forgással, könnyen forgatható, lehet irányt váltani, és még rögzíthetjük, fixálhatjuk is őket. Csupán rá kell lépnünk a fékre, és egyszerűen rögzítik a kerekeket. És ez a három új kis eszközöm a stúdióban, mind a Neuertől. És tényleg hozzáadnak az egész szettemhez, egyszerűsítik az életem.
Ha pedig a stúdiómról és állványokról van szó, fontos info, hogy ugye nekem már van jó pár C-standem. Ha neked még nincs, talán ez lehet az első komolyabb állvány befektetésed. Ha kíváncsi vagy rá, akkor ebben a videóban elmondom, mitől olyan jó egy C-stand, és jó pár use case-t is, felhasználást is mutatok. Meg persze a konkrét típust is, amely megtakaríthat számodra némi kis pénzt, de mégis magas minőségű. Évek óta használom, és imádom. Na de, ha látni szeretnéd, hogy mikre használom ezeket, akkor csekkold le ezt a B-rollt, amit Dobbergés a Coca-Cola számára készítettem. Nézd meg! Köszönöm, hogy itt voltál, ha hasznosnak találtad ezt a videót, ne felejtsd el lájkolni, és kommentelj, mondd el a véleményedet. Feliratkozás, igen, nyomja a feliratkozás gombra a kis csengővel együtt, hogy ne maradj le a további tartalmaimról, meg rengeteg mindennel készülök sok izgalmassal, de remélem, hogy találkozunk a következő videóba. Köszönöm, hogy itt voltál, mondjuk itt találkozzunk. Klik, klik. Szia, sziasztok!